Az oldhatatlanvágyó menyecskék és leányok a veszedelmes lábjútakon is felkeresték őket, és köztük bizonyosan megnyugvást nyertek. A fehér nép bolondult a idegek után. De a legölőbb kar és a legcsókosabb száj sem bírta a szilajpásztort a rétből kihozni a városba. A tanyasiak hagyományos módon egymástól tanultak táncolni. A régi esertáncok is a tanyánkon maradtak fenn legtovább, ugyanis ide később jutott el a divattáncok, mint a városba. A bányaiak sokáig ragaszkodtak hagyományos régi táncaikhoz, így egészen az 50-es évek végéig a csárgás volt a legnépszerűbb tánc a táncalkalmakon. 1948-as Rábai Miklós féle gyűjtésből megtudhatjuk, igen szélesen, öblösen járják, a tánc heves forgásaiban él a virtuskodó kedv. A széles táncöröm a jellegzetessége ennek a táncnak. Hé, a fagóf, a baramlás!